Tehát visszatérnék erre a könyvre, megláttam ezt a könyvet, és nagyon megtetszett nekem. Ugye milyen szép a címlapja? Fantasztikus, klassz színek, itt vannak ilyen gömböcskék, meg ilyen a gömböcskéket összekötő ilyen különböző színük is, egyenesek, úgyhogy két nagy gömbbe, nagy gömbbe van ez az egész. Fantasztikus, mondom, ez nekem kell. Megvettem, hazamentem, ha nem is aznap, de elkezdtem belenézegetni, elkezdtem olvasni. Hú, az iskoláját, ez valahogy nekem még nem megy. Ez nagyon magas, félretettem. És utána egy pár év múlva ismét véletlenül a polcról levettem ezeket a kezembe. És akkor kezdtem el igazán foglalkozni ezzel a témával. És azóta nagyon izgat, és próbálom magam egyre jobban beleásni. A köztudatban egyébként általában a kabalával kapcsolatban az van, hogy látjuk a sportolóknál is úgy, hogy van egy kis állatka, az a kabalája, meg egy kis szimbólum, vagy valami. Tehát én apró tárgyakhoz szokták azonosítani többnyire a kabalát, holott ez ennél sokkal több. Amiről most beszéltem, ez csak egy ilyen szélső, periférikus része, de az is valójában a kabalához tartozik. A kabala szó az egy zsidó eredetű szó. Több jelentése van, azt valószínűleg nem tudjátok, hogy a héber ABC-ben csak mással hangzók vannak, és a magánhangzókat pedig a mással hangzókhoz illesztik, illetve különböző mással hangzókkal különböző jelentést adnak a szónak. Tehát a kabalának is ilyen értelemben több jelentése van. Két fontos jelentését kiemelnék, ami nagyon fontos. Az egyik az elfogadás, a másik pedig a befogadás. Ez mindjárt jelzi azt, hogy miről szól ez a tudomány. Mert ez tudománynak mondható. Ez egy ősi tudomány, és ezt a tudományt manapság a zsidókhoz társítják, azonosítják, holott ez nem így van. Az ő szerepük és az ő tulajdonságuk az, és fontos szerepük az, hogy megőrizték a mai kornak valójában. Kezdetben ez a tudomány a tanítvány, a mestertől a tanítványnak szólt, tehát szóban terjedt, aztán bizonyos időszakokban bizonyos kabalista mesterek leírták azt a részt, amivel éppen foglalkoztak. És nagyon sokrétű a kabala egyébként. Én ebből kiemelem, és kiemeltem foglalkozom az életfával. Ez a legfontosabb részének tartom a kabalán belül az életfát. Még visszatérnék azért egy-két mondatig az eredetéről. Az eredete egész Atlantiszig nyúlik vissza. Tudomásom szerint Atlantiszon a városokat a kabala, illetve az életfának a ábrái szerint és szerkezete szerint építették és rendezték. Ott élők mindig ahhoz a szférához, ezeket a gömböket szféráknak vagy szefiráknak nevezzük, mindig abba a városba éltek, amilyen tudatszinten rendelkeztek, amilyen tudatszintet elértek, a kabala életfáján abba a városba kerültek. Ha fejlődtek, akkor magasabb szintre kerültek. Ezt majd bővebben kicsit később kifejtem. Aztán Atlantis elsüllyedése után az atlantisziak átkerültek sokan Egyiptomba, tehát oda került át a kabala. Valójában a zsidók a Közel-Keleten és Egyiptomba találkoztak a kabalával, ugye az egyiptomi létük idején. Erre egyébként vannak utalások is, majd közre adom kicsit később, és meg lehet látni, hogy valójában ez az életfa már az Egyiptomba is megvolt, és az egyiptomi istenségek, istenek szerepeltek a különböző szféráknál. Tehát ezt átvették innen a zsidók ott létük idején, sőt,
a babiloni fogság idején is találkoztak az ott élő káldeusi mesterektől, tanulták meg valójában a kabalát. Többek között Mózes is Egyiptomba tanult, aztán onnan elment a mostani közelkezet keletre Káldeába, és az ott élő mesterektől tanulta ezt a tudományt. És utána adta tovább a népének, persze, aki erre fogadóképes. A kabalának van még egy tulajdonsága, hogy a zsidó körökben, egyébként nem csak a zsidó körökben művelik ezt, már elterjedt nyugaton is, tehát a keresztény világban is elterjedt, és keresztény mesterei is voltak természetesen. Ezeket most nem sorolom fel, mert pillanatnyilag ez nem érdekes, csak jelezni szerettem volna, hogy ez nem kiváltság a zsidók részére, és egyébként is a tudomány sem kiváltság, az nagyon jól tudjuk, hanem az egy közkincs, a tudás az univerzális. Az semmilyen néphez nem tartozik kimondottan, se zsidó néphez, se a hunokhoz, se a magyarokhoz, se az oroszokhoz. A tudás az mindenkié. És azt is tudjuk valójában, hogy a tudást az is egyfajta bűn, ha ezt eltitkoljuk. Persze arra is vigyázni kell, hogy avatatlan kezekben ne kerüljön a tudás. Ez nagyon fontos. Ugye tudjuk a Jézus részéről is, hogy a disznók közé nem szabad mindent szórni, mert mindent megesznek és mindent fölfalnak. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy avatatlan kezekbe ne kerüljenek, mert vissza lehet vele érni. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy a kabala, illetve az életfa segítségével alkották meg az atombombát is. Bizony. Tehát ez olyan óriási tudás, amivel én foglalkozom, még ennek a mély tudásnak, mondhatom még csak a, nem tudom igazán megítélni, de valahol a kezdeténél és a szélsőségénél vagyok, a széleinél vagyok. Valójában ez az életfa nem más, mint a teremtés fája. A teremtés fája, ezt mondják másképp is, világfának, a magyar népmesékben például az égérő passzúj, ugyanerről van szó, a Jákob létrája ugyanezt szimbolizálja. Tehát a teremtés fája, ez azt jelzi, ugye, hogy a teremtés fájában mindennek benne kell lennie. Mindennek. A teremtés minden mozzanatának, csak értelmeznünk kell tudni. Ugye nagyon furcsának tűnik, hogy egy ilyen kis ábra az a teremtés fája, egy síklapra lerajzolva. De ezt az egészet el lehet képzelni egyébként térben is, majd erre is visszatérek egy kicsit bővebben. Most engedjétek meg, hogy ezt a pár lapot odaadjam, és közben azért, aki gondolja, nézegesse meg, a végén azért szeretném visszakapni. Nem azért, mert olyan nagy érték, de nekem igen. Jó. Nézegessétek közben, ahogy beszélek. Tehát ez a tudás aztán egyre jobban kiteljesedett, illetve sokat is vesztett valójában annál fogva, hogy mester tanítványnak adta át ezt a tudást, és hát az élet, a létük folyamán, az életük folyamán nem sikerült átadni minden tudást, úgyhogy sok esetben sok minden elveszett vélhetően. Aztán az újabb mesterek már elkezdték ezt leírni, az megjelent, közkincsé vált. Egy időben egyébként a kabalistákat üldözték. A zsidó körökben most is vannak olyan körök, akik nem fogadják el, vagyis legalábbis egy részét nem fogadják el, és nagyon mereven, nagyon megrögzötten ragaszkodnak bizonyos régebbi más jellegű tanokhoz. Úgyhogy a megőrzők között sincsenek teljes szinkron, nincs teljes szinkron, teljes harmónia, sőt az egyes mesterek között sem szokott lenni. Különböző nézetek vannak, magának az életfa szerkezetével kapcsolatban is vannak nézetek, az oszlopaival kapcsolatban is vannak más nézetek, az egyes szféráknak a hozzátartozó megfelelések egyes mesterek másképp értelmezik. Ez nem baj egyébként, semmi gond,
ez egy kicsit engem először zavart, bevallom őszintén, most nem tudtam, hogy most, mert mi több fajtával találkoztam, többfajta értelmezéssel, hogy most melyikkel foglalkozzam. Aztán rájöttem arra, hogy az van, mert ez az életfa az embernek a tudattérképe is valójában, tehát az emberre is ráültethető, ugye tudjuk, hogy mi a teremtőnek a hasonlatosságára és képmására teremtődtünk. Tehát ha a teremtés fája ez az életfa, akkor az ránk is vonatkozik egyértelműen. Tehát ezt az életfát egy az egybe mondhatni ráültethető az emberi testre. Mert az emberi test ugye az a lélek temploma, ezt tudjuk, a lelkünk pedig a szellemünknek a temploma. Tehát valójában két templommal rendelkezünk, és erre a két templomra nagyon kell vigyáznunk. Ez a két templom teljesen összefügg egymással. Ez a két templom valójában mondhatjuk azt is, hogy egy templom. Mert a fizikai testünk teljes mértékben tükrözi és visszaadja a lelkünknek az állapotát, a lelkünk információs tartalmát és a tudat szintjét. Tehát amilyen a testünk, úgy is mondhatjuk, olyan a lelkünk, vagy amilyen a lelkünk, olyan a testünk, ebben nyilvánvaló, hogy a lelkünk a meghatározó. Tegnap volt itt egy kis vita ezzel kapcsolatosan. Az igaz, hogy a testtel is lehet hatni visszafelé a lélekre, természetesen lehet hatni, de a lélekben a testi változásokat, mondjuk elkezdek sportolni, és ennek kapcsán erősebb leszek, energiaszinten magasabb lesz, a csakráim jobban kezdenek működni, de azt nem követi a lélekben ugyanez az előrelépés, egyfajta fejlődés, akkor abban a pillanatban, hogy abba hagyom ezt a intenzív mozgásokat, meg egyebeket, vissza fogok állni a lélek állapotára. Tehát a lélek a meghatározó, és a lélekben lévő információ és tudattartalom egyértelműen. Nos, talán elkezdenék beszélni akkor egy kicsit magáról, erről az életfáról és a szerkezetéről, jó? Itt lehet látni azt, hogy nem mások vannak, körök vannak, azok különböző módon, mindjárt rajzolok is, különböző módon vannak elhelyezve. Valójában hármasságokra épül fel az egész életfa. Háromszögekre épül fel, három darab fő háromszöge van, és három oszlopa van. Tehát a teremtésben is ugye tudjuk, hogy a Szent Háromság az a teremtés, ők indítják el a teremtést, és ők tartják fönn. Már a teremtést is, természetesen. Ugye a teremtés az, amivel indul, Atya, Anya és a Fiú. A keresztény megközelítésben Atya, Fiú és a Szentlélek. Ez nem mond ellent egymásnak, hanem az Atya, Anya és a Fiú következménye lesz a Szentlélek az én gondolatomban. Tehát mind a két megközelítés jó, csak, hogy mondjam, más, a teremtésnek egy más szintjét öleli át, nem teljesen pedi, illetve egyik a másiknak a következménye, valójában szorosan összefügg egymással. Tehát az életfa hármasságokra épül. Még annyit elmondanék, hogy az életfa valójában 10 plusz 1 szférából áll. Egy életfa. Most a teremtésnek négy világa van. Van a kiáradás világa, ehhez tartozik egy életfa 10 plusz 1 szférával és az összekapcsolódó utakkal. Van a teremtés világa, amelyikhez szintén egy ilyen életfa tartozik, aztán van a megformálás világa, ezzel fogok inkább foglalkozni, ez a mi pszichénknek a világa is egyébként, ez az asztrál világ, valójában a formák világa, a megformálás világa, a lelkünk és a lelkünk ebbe a világban megy vissza, a földi
lét után, és ebből a világból tér vissza egyébként megint a földi létbe az, hogy végigjárja azt a sorskereket, amit mindenkinek végig kell járnia természetesen. Tehát a számok valójában 11 szám, a 11 szféra, 10 plusz 1, és 22 uttal lehet összekötni ezeket a különböző szférákat. Ezek a szférák a teremtésnek különböző szintjeit adják vissza. Ugye ez a négy világ, amit előbb említettem, az anyagi világ. Elnézést. Ennek megvan a Héber neve is egyébként, de nem hiszem, hogy ez ennek érdekes. Az első, a kiáradás világ az az Acilót, a teremtés világ az a Beria, a megformálás világ az a Jecira, és az Assi az pedig a fizikai földi világ. Az életfát tekintve az embernek a teste is valójában a fizikai világhoz tartozik, ugye porból lettünk, porrá leszünk, az visszatér a földbe, az asszia világához tartozik a fizikai testünk. A lelkünk az a tartalmától függően általában, akik a földre leszületnek, a jecira világához, tehát az alkotás, megformálás világához tartoznak. Aztán, ha a lélek egy magasabb szintet ér el, akkor ebből a világba is kimegy. És a kollektív, illetve a magasabb szintű mennyei világba kerül, és mennyei szintre kerül. Erről még majd beszélek. Nos, ez a négy világ pedig áthatja egymást. Az első kiáradás világnak a alsó szférái, azok egybe mondhatók a következő világ felső szféráival, a következő világ, mármint a teremtés világának az alsó szférái alkotják a megformálás világának a felső szféráit, és a megformálás világának alsó szférái azok hatják át a földi világ, illetve az asszia világának felső szféráit. Tehát az a négy világ így hat össze. Ebből egyet fogok kiemelni, az érthetőség és a megközelítés szempontjából azért először célszerű egy életfának a szerkezetével megismerkedni, és utána azt a rendszert már lehet alkalmazni a többire is természetesen. Tehát ilyen értelemben ez csak egy első képet ad, amit aztán majd ki kell egészíteni a többi világnak a képeivel természetesen. Nos, akkor elkezdeném. Az első szféra, egy költ rajzolok, ennek az első szférának a neve Keter, vagyis korona. Innen indul el a teremtés, a koronából indul el a teremtés. Ennek a száma egyes. Ő az első. Azt tudja, ő az oszthatatlan. Az egyes szám az oszthatatlan, szorozhatatlan, már önmagával mindig egyet kapunk. Tehát azt a minőséget, amit az egyes képvisel, azt viszi végig, és a teremtésben mindenhol benne van az egyes. Az a minőség, mert ő maga a forrás, ő maga a teremtő, ilyen értelemben. Lehet, hogy majd a Józsival bizonyos dolgokban vitatkozunk, de majd később. Nos, a teremtéshez egy forrás nem elégséges, ugye? Mert két minőség kell a fizikai világban is a teremtéshez, és a fizikai világban a másik minőség a kettes minőség. A számokat tekintve a páratlan számok azok férfi tulajdonságokat, férfi minőségeket hordoznak, a páros számok azok pedig női minőségeket hordoznak. Ezt tudjuk, hát a személyazonossági igazolványunk is egyessel és kettessel kezdődik, vélhetően nem véletlen. Tehát a kettős minőségek azok női minőségek. És ahhoz, hogy létrejöjjön valami, ahhoz ennek a két minőségnek azon a felső szinten a teremtés első pillanataiban ebből indul el a teremtés, hogy ez a két minőség egymásra talál szintén. Az atya és az anya egymásra talál. Tehát megvan a következő szféránk, a kettes szféránk. A kettes szféránk, ennek a szférának a neve Hokma, a
héber neve hokmá, egyébként ez a szférához a bölcsesség és a, röviden nem mondok sok megfelelést, mert nem fogjuk tudni megjegyezni, a bölcsesség tartozik hozzá, és a cél. Ez azt hiszem egyértelmű, mert a teremtésnek vélhetően először egyfajta szerencse is kell, hogy a teremtés beinduljon, erről többet nem beszélek, de utána meg lesz a célja. Egész biztos, hogy meg lesz a célja. A következő szféránk az a briá, és ehhez ez a hármas szféránk. Már itt vannak viták egyébként a felső két szférának a számozását illetően is. Ezen én is gondolkodom, mert lehet, hogy számozás szempontjából célszerűbb lenne megcserélni a kettőt, de ebben most nem akarok belemenni. A hármas szféra az intelligencia tartozik hozzá, és a megértés tulajdonképpen. Ez a három szféra, ez a három szög, ez a felső háromszöget nevezzük mennyei háromszögnek. Ez a mennyei háromszög. Ugye ennek a mennyei háromszög, ez az ég felé mutat. Két talpa van, tehát ezáltal, hogy az ég felé ki tudjon nyílni, ahhoz ez a két szférának nagyon stabilnak kell lennie, és harmóniába kell lennie egymáshoz. Most ez csak, ez a megfelelés, illetve ez a működési alap, illetve a többi részére is érvényes egyébként. Kicsit másképp, de többi részére is érvényes. Tehát ez a felső háromszög az ég felé mutat, ezt ha ráültetjük az emberi testre, ez megfelel a fejnek. Megfelel a jobb agyféltekének, a bal agyféltekének és a fejtetőnek, vagyis a koronának. Tehát itt már lehet látni, amiről beszéltem, hogy az ég felé akkor tudok csak kinyílni, ha a két agyféltekém kapcsolatban van egymással, összeköttetésben van egymással, információt cserél egymással, és harmóniában van egymással. Mert egyébként el lehet jutni, ugye az egyesbe, a kettesen, illetve a hármason keresztül is, majd lentről is végig tudjuk ezt követni, de igazán az igazi kiemelkedés az a harmónia esetén történik. Az életfának a szélső oszlopain is föl lehet jutni a keterig. Erre van egy négy rabbi találkozott, és mind a négy rabbi elment a teremtő elé, az atya elé. Abból csak egy tért vissza tisztán, és aki valószínűleg a középső oszlopon jutott föl, a másik hárommal gondok lettek. Egyik többek között megőrült, a másik, ezzel nem akarlak elrettentetni benneteket persze, de veszélyekkel is jár ez. Szóval nagyon meg kell gondolni, hogy mikor nyitjuk ki a koronacsakránkat, mennyire nyitjuk ki, és mennyire megyünk az ég felé, majd a földdel kapcsolatban még erről többet fogok beszélni. Most menjünk tovább. A következő háromszög, innen indítom, tehát a hármas, a négyes háromszög, bocsánat, ezt más színnel rajzolom, mert ennek már színek is tartoznak hozzá. Valójában ez tiszta fehér, ez a szféra. A fehér szín az minden tartalmaz, ugye? Minden szín benne van. Tehát a teremtés során az egyesben minden benne van, mert belőle lesz minden. Tehát mind szint tekintve a fehér színből lesz minden, a többi színek is természetesen, és a fehér viszont olyan, hogy visszaver, ezt tudjuk, visszaver minden más. Tehát nem befogadó. Ő kiáradó, ő teremtő. Igaz? A kettes szférának a színe az már nem tiszta fehér, kicsit furcsán mondva, nem igazán jó használattal, kicsit beütése van, egy kicsit olyan ezüstös szürkés színű. Miért? Azért, mert a hármas szférának a színe az viszont fekete. De nem olyan fekete,
ami elrettentő fekete, hanem olyan simogató, olyan bársonyos, olyan befogadó fekete. Ez a női minőség egyébként. Ugye tudjuk, hogy agyféltekéket tekintve a jobb oldali agyfélteke az inkább a női minőség, az intuíció, a megérzés, a ráérzésnek az agyféltekéje. A bal agyfélteke inkább a fizikai világhoz köt bennünket, azért van itt a cél, és a bölcsesség is, hogy a fizikai világban tudjunk működni, viszont ehhez a bölcsességhez az anyai intelligencia és az anyai megértés is szükséges. A fekete az olyan szín, az viszont befogad mindent, ugye? Áttölel és befogad mindent. A hölgyek, ha ilyenek, akkor fantasztikusak, csodálatosak. Ugye, férfi társaim, így gondoljátok ti is. Nos, a negyedik szféra, szférának a neve, az Hesed. Nem, bocsánat, nem ezzel a színnel rajzolom. Előbb már bennem volt, hanem ennek a szférának a színe kék. Ez a kék teljesen nem felel meg a szféra színének, de hát ilyen színt kaptam csak. Ez körülbelül olyan hasonló kék, mint ennek a lapja. A király kékszerűség ennek a szférának a színe, és rögtön mondanám is azt, hogy ennek a szférának a megfelelése, ide nagyon sok megfelelés tartozik már, többek között itt van a magasabb szintű, magas szintű szeretet, magas szintű szellemi szeretet, aztán itt van ennek kapcsán, ahhoz, hogy szeretni tudjak magas szinten, ahhoz kegyelemmel is kell rendelkeznem. Tehát a kegyelem is ide tartozik az irgalom, irgalmasnak kell lennem, ide tartozik a könyörület, és nem elhanyagolható megfelelés és minőség és tulajdonság a megbocsájtás. Minden ezen múlik. Tehát itt dől el a lelkünk vonatkozásában, hogy tudunk-e változtatni, tudunk-e előrelépni, meg tudunk-e bocsájtani, elsősorban a megbocsájtás magunknak szóljon természetesen, és utána másoknak is nyilván. Erről még majd visszatérek erre a szférára, mert nagyon fontos szerepe van. A következő szféra, az a neve Gebura, és piros a színe. Itt is sok megfelelés van, többek között. Most kicsit visszatérek, ne engedjétek meg. A piros szín, ez az ötös szféra egyébként, a piros szín ugye egy erőteljes szín, a piros szín az teremtő szín is, de agresszív is tud lenni. Tehát ilyen értelemben erő van itt, agresszivitás, erőszak is itt lehet negatív értelemben, de itt lehet ugye a szigor is, amire viszont sok esetben szükség van. Itt lehet a törvény, illetve itt van a törvény is, itt van a hatalom is, és hogy ne menjek el agresszivitásba, fegyelem is kell. Tehát az önfegyelem, a fegyelem is itt van. De az, hogy úgy tudjak élni, ahogy kell, a szabadság és a szabadság minősége is itt a szférában van. Nem véletlenül van egy szinten a szeretettel, ugye? Meg az irgalommal. Egyáltalán nem mindegy. Na most azt nem említettem még, hogy sok mindent nem említettem. Tehát a különböző szférákhoz különböző megfelelések tartoznak természetesen. Említettem azt, ugye, hogy a hasonlatosságára teremtődtünk, de nem csak mi teremtődtünk a makrokozmosz hasonlatosságára, mint mikrokozmosz, hanem a naprendszer is. A naprendszernek a szerkezete is ugyanolyan hasonló, mind a mi szerkezetünk. Nem véletlenül használja az asztrológia ugye a különböző bolygókat és a különböző bolygóállásokat,
És nem véletlenül születünk abba a jegybe, és olyan aszcendens alatt, ahol születünk, mert azok indítanak el bennünket olyan energiákkal a létben, az itteni fizikai létben, amik lehetővé teszik azt, hogy a feladatunkat kiteljesítsük, megoldjuk itt a fizikai világba. Na most a szféráknál is, ha hasonlatosságára teremtődtünk és ránk tehető, a szféráknak is van bolygó megfelelése. Itt is többfajta nézet van. Van olyan nézet, hogy az egyes, a Plutó tartozik az egyeshez, de van olyan nézet is, hogy a Neptunusz tartozik. Most, hogy miért ebben most engedjétek meg, hogy ne menjek bele, azt tudjuk, hogy a naprendszeren belül a Plutó a legkülső bolygó. Tehát a naprendszerből a Plutón keresztül tudunk csak kimenni, ilyen értelemben. Tehát ha a lélekutazás esetén is természetesen, de a lélekfejlődés esetén is a Plutón nem kihagyható, az asztrológusok tudják, hogy milyen eszméletlen hatása tud lenni a Plutónak, és mivel legtávolabbi bolygó, hatása úgy tudom, hogy nagy a keringési ideje, hosszú a keringési ideje, tehát a hatásidők is hosszúak a Plutó esetén, ami stabilitást ad mindenféle vonatkozásban, és elvárást ad természetesen. A következő szférán, ezt visszatérek, erre elnézést kérek, a következő szféra a megfelelője, ez egyik nézetben az Uránusz bolygó tartozik ide, a másik nézetben a Neptunusz bolygó tartozik ide egyébként. A harmadik szférához viszont egyik nézetben a Szaturnusz bolygó tartozik, a másik nézetben a Neptunusz bolygó tartozik. Erre most nem térek ki, hogy miért. Ennek is olyan annyira kitérek, hogy valószínűleg azért, és ezt úgy kell nézni, hogy a lélek fejlettségi szintjétől függően van, amikor erre a szférájára a Szaturnusz a megfelelő, van, amikor viszont a Neptunusz. Attól függ, hogy milyen fejlettségi szinten van az illető. Tehát azt tudjuk jól, ha nem jól mondom, akkor megkérem az asztrológusokat, a Szaturnusz a karma bolygójának is nevezzük, vagy nevezik. Tehát egy megkötő szerepe is van, de egy rendszerező szerepe is van egyébként, nagyon fontos. És valójában a karmán keresztül a Földhöz köt bennünket. Ez a Szaturnusz egyébként majd az életfán máshol is meg fog jelenni még, tehát a bolygók máshol is meg fognak jelenni. Azt tudjuk ugye, hogy a bolygók kettős természetűek. Azt tudjuk. Mert pozitív megfeleléseik is vannak, és negatív megfeleléseik is vannak. Nyilván a pozitív megfeleléseket csak akkor fogjuk tudni teljesíteni, ha már feldolgoztuk a hozzátartozó negatív minőségeket, amik bennünk vannak természetesen. Bennünk vannak. Ebben a szférákban is a test ezen területein jelentkeznek azok a minőségek. Negatív módon, vagy pozitív módon. Igen. Tehát a következő bolygó, itt már stabilabb állapotok vannak a nézet szempontjából. A négyes bolygóhoz a Jupiter tartozik. A színéből eredően is, ugye, a Jupiter színe kék, de magasabb szintű szellemi szeretet is a Jupiter bolygóhoz tartozik. Azt tudjuk, hogy itt már szó volt arról, hogy a naprendszernek a második legnagyobb bolygója a Jupiter, és gázhalmoz állapotú, és van lehetőség, lenne esetleg lehetőség arra is, hogy begyújtsák, akik ehhez értenek. Tehát napként is lehetne a naprendszeren belül a Jupitert léteztetni. Ez csak egy kis kitérő. Tehát óriási szerepe van a mi rendszerünkben is, a előbb említett szeretetből eredően, és a kegyelem, megbocsájtás, irgalom vonatkozásába. A ötödik szférához a Mars bolygó tartozik, a színe is jelzi, ugye, a piros színű, a vörös bolygó, a Mars bolygó, és hát azokat a minőségeket, tudjuk jól, hogy a Mars bolygó egy harcos bolygó, a harchoz nincs mese, agresszivitás és erőszak is kell.
Na most a mindennapi életben is időnként szükség van erre. Ezzel azért nagyon csinyán kell bánni, nyilvánvaló, mert ezzel az erővel, ami itt jelenik meg, pusztítani is lehet. Eszméletlen módon lehet pusztítani. Csak egy példát mondok. A középkor idején a keresztény egyházban, főleg Spanyolországban, ból indult el úgy emlékszem, illetve a katolikus, a római katolikus egyháztól indult az inkvizíció. Miért tudott az kialakulni? Mert akik képviselték az egyházon belül ezt a irányt, azok ezzel a szférának a minőségeivel bírtak, hatalommal bírtak, erővel bírtak. Hiányzott belőlük viszont az itt meglévő könyörület, irgalom és a szeretet, mert a két szféra nem volt kapcsolatban egymással. Nem kötötte őket egymással semmi. El volt szakítva ez a kapcsolat, és csak ez működött náluk. Tehát lehetett látni a működésükbe is, ugye? Irgalmatlanok voltak. Mindenkit mágiára küldtek, mindenkit megkínoztak, és a többi, és a többi. És milyen érdekes az, hogy most hirtelen nem jut eszembe a spanyol fő inkvizitornak a neve, valami nem tudjátok véletlenül? Nincs jelentősége egyébként. Így van. Köszönöm szépen. Pontosan. Hogy? Én nem tartom ezt hibának, és nem tartom ezt bajnak. Én úgy gondolom, hogy a rosszal is szembesülnünk kell. És nem tudjuk kizárni a tudatunkból, nem tudjuk, mert hat, csak nem mindegy az, hogy hogy dolgozzuk fel. Milyen szándékkal állunk hozzá. Nem tudjuk semmisét tenni, ebbe a világban igenis működik. És most nagyon tapasztaljuk, hogy igenis harc van. Akár akarjuk, akár nem. Mégpedig a tudatokért, a lelkekért van a harc. Itt már elhangzott különböző előadásokon, de erről nem kell, a mindennapi életben ezt tapasztaljuk. Ezt tapasztaljuk, tulajdonképpen a tudatot akarják elsilányítani, ellehetetleníteni a gondolkodást, és a szellemi ébredést akarják bekorlátozni, illetve leállítani. Ami most talán, bízunk benne, hogy beindul, egyébként ennek vannak jelei, komoly jelei vannak, véleményem szerint. Tehát visszatérnék, igen. Ugye? És a maffia végrehajtó szerve is, ez ma működik. Ugye? Hát ez tudomásunk kell venni, és tudnunk kell azt, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek, mit szeretnének, hát azt tudjuk, hogy mit szeretnének, vagy mit akarnak, mert akkor tudunk csak védekezni ellene. Ha elfordítjuk a fejünket, hogy mi nem, hát mi csak békések vagyunk, meg nyugodtak vagyunk, meg elnézést, birkák vagyunk, mert azt szeretnék, hogy birkák legyünk, és hajtsuk le a fejünket, és hajtsuk a tiló alá a fejünket, és azt csináljanak velünk, amit akarnak. Jézus nem azt mondta, hogy birkák legyünk, azt mondta, hogy bárányok legyünk. Óriási különbség. Óriási különbség. Tehát visszatérnék egy gondolat erejéig még a fő inkvizitorra, hogy nagyon érdekes, hogy ő viszont nem tiszta, úgy mondom, árja spanyol volt, hanem kevert vérből, zsidó vérből, és úgy tudom, hogy még nem valamilyen másfajta vér volt a vérvonalába, tehát különböző szülőktől származott, és nem találta helyét abba a spanyol társadalomba, abba a spanyol elitbe. Hiába volt ő magas papi szinten, de belül a lelkében a spanyol elit szint a király és a királyi családhoz és a főri családi szint egyszerűen nem fogadták be. És ez a lelkében olyan ellentmondásokat és olyan hatásokat keletkeztetett, vélehetően ez is nagy mértékben bele volt, hogy idáig jutott, kiöllődött belőle a szeretet,
és mindent és mindenkit el akart pusztítani. Ez csak egy kis adalék. Tehát az inkvizíció, ez alacsonyabb szinten bennünk is bennünk van. Bízunk benne, hogy idáig nem fogunk egyikünk se jutni. De ez a szint az agresszivitásunkban megnyilvánulhat. Ugye? Jó. A következő szintünk, illetve a következő szféra, ezt ide rajzolom, ez a hatoszféra, ennek a héber neve Tiferet, ennek a megfelelője, mit gondoltok, micsoda? Hát ez a nap, ugye? Nem a napfonat, ez a nap. Ez a szívcsakra tartozik, ez a háromszöghöz egyébként. A szívcsakra tartozik, majd erről is beszélek, hogy ezek a szférák, illetve ezek a különböző szintek a csakráknak, csakrák is megfelelnek ezek a szintekre. Nem lehet külön választani, ezek együtt működnek. Nincs mese. Majd azt is elmondom, hogy hogyan. Tehát ez a nap. Hát a naphoz milyen minőségek tartoznak? Éltet mindent, ugye? Mi élted bennünket? Hát az öröm többek között, igaz? A szépség. És még egy nagyon fontos, az igazság. Tehát ezek a főminőségek, még van még más is, ezek a főminőségek, amik ide tartoznak. Tehát az igazságot, amikor keressük, csak itt találjuk meg, aztán ennek az igazságnak kell megnyilvánulnia a többi szféráknál is. Természetesen főleg lefelé nyilvánvaló, mert ennek a szférának lefelé kell, hogy hasson. Majd elmondom, hogy hogyan, miért. Tehát itt most ezt fehérrel kötöm össze, tehát itt van a következő háromszögünk. Ez a háromszög viszont már lefelé mutat. Ugye nincs meg az a stabilitási igény, ami a felső mennyei háromszögnél van, hanem valójában ez a háromszög ezen a szférán áll, és nagyon jól tudjuk, ha egy lábon állunk, akkor sokkal nehezen megtartani az egyensúlyunkat, és egyébként is van két, ennek a háromszögnek van két oldalsó nyelve, mondhatni mindegy mérlegnek, és ha itt ez a szféra nem tükrözi, és itt nem tudjuk megvalósítani azt a szépséget, az örömöt, az igazságot, ami ehhez tartozik, akkor ez a két felső szféránk nem úgy fog működni, sem a szeretetünk, sem a szigorunk, az ítéletünk, mert erre is szükség van, hanem el fog billenni valamerre, vagy erre is elbillenhet, meg arra is elbillenhet. Erre még megint vissza fogok térni, majd amikor a három világunkat külön fogom elemezni. A következő háromszög, ami szintén lefelé néz, ez a hetes, egy picit nagyobbra rajzoltam, nagyon érdekes, mindegy, erről most nem akarok, sok mindent tudnék mondani, de nem akarok elveszni a részletekbe. Tehát ez a hetes szféra, ennek a színe zöld egyébként, ez a szférához a Vénusz bolygó tartozik, és hát ilyen értelemben a Vénusz bolygó az az érzelmek bolygója, és egy női minőség egyértelműen. Nagyon érdekes, hogy a női minőség viszont az erő is, az alsóbb, a szféra, illetve a világok személyiség világában, mert ez a személyiség világnak a egyik szférája, erről is majd beszélni fogok, az erő viszont itt van, az alsóbb szféráknál. A héber neve az Necá. És valójában, azt ugye mondtam, hogy az erő itt van, de az örökké valóságunkat itt teremtjük meg, ebbe a szférával. Tehát ennek a szférának a neve örökké valóság is. És mondom, az érzelmek tartoznak hozzá. A következő szféra ezzel egy szinten van. Ennek a
neve hód. Azért rajzolom pirossal, mert ennek a színe narancssárga, de narancssárgám nincs. És ehhez a Merkur bolygók tartozik, és a magyar, egyik magyar megfelelése a név szerint a visszaverődés. Nem véletlenül. Most végig megyek a szférákon először, jó? Ezt az alsó szférát, ami szintén létrehozza a háromszöget, fehérre rajzolom, ennek a szférának négy színe van egyébként, négy színe lehetséges. Szintén attól függően, hogy az illető milyen lélekcsoporthoz tartozik, milyen fejlettségi szinthez tartozik, és a többi, és a többi. És ez a háromszög szintén a többi szféráknak egy-egy szint képviselnek. Az lehet persze, nem, nyilvánvaló, hogy a tudat szintjétől és a itteni tudat állapottól függ az, hogy ez a szféra valóban ilyen színű-e, amit ilyennek kell lenni, vagy valamelyik másik szféranak a hatása érvényesül, kicsit rosszul mondva, rossz szóhasználattal bepiszkítja. Tehát ezek a színek a tiszta színek. Optimális színek természetesen. Nos, ugye, ha színek tekintetében, és ehhez a szféránkhoz, bocsánat, de nem értem, ez a 8-as szféra, ugye? Igen, és ez pedig a 9-es szféra. Ennek a neve Jeszód, és a hold mind égitest tartozik hozzá. És ez az egész rendszernek az alapja. Ez a szféra, ez az egész pszichénknek az alapja is egyébként. Tehát ennek az állapota szabja meg az egész rendszerünk állapotát. Ugye látjuk, itt három darab háromszög van, ebből kettő lefelé mutat, egy pedig fölfelé. Ez már egy jelzésértékkel bír, mégpedig olyan jelzésértékkel bír, hogy ez a két háromszög a fizikai világ felé orientál bennünket, a felső háromszög pedig a mennyek felé, a régi világ felé. Két szférát nem rajzoltam még be. Az egyik szféra az itt van alul. Ennek a neve ez a 10-es szféra, Malkút, vagy a királyság. Tehát a neve királyság. Nem véletlenül, ugye a korona az itt van fönt, a királyság az itt van lent, ez a fizikai világ valójában, de a magunkat tekintve a testre ráültetjük ezt, ebben az esetben ez a fizikai testünk. Tehát ezt az életfát, ezt nem csak magunk vonatkozásában használhatjuk oly mértékben, oly módon, meg tudjuk ezzel vizsgálni a tudatszintünket, hogy milyen állapotban vagyunk, tehát önismeretre segít és tanít bennünket, elősegíti ebből eredően a fejlődésünket, mert ő meg kell ismerni magunkat, hogy mind kell és hogyan kell változtatnunk magunkat. Ez megadja a fejlődési irányt, és a fejlődési módokat is megadja ez az életfa. És hát nem csak magunkat ismerjük meg, hanem magunkon keresztül az egész világ mindenséget is. Természetesen. Tehát, ha ezen emelkedünk, ezen az életfán, akkor Isten felé közeledünk. A sámánok, a tártosok ugyanezen az életfán közlekednek, fölfelé is és lefelé is. Ugyanezen. Tehát nekik be kell járni, és a fejlődés és a megvilágosodás tiszta útja az, ha az összes szférát és az összes utat bejárjuk, és úgy emelkedünk fel a koronánkba, a keterbe. Tehát az alsó szféra az a föld szférája, a testünk szférája is, és hát egy külön világ valójában, ugye, mondhatjuk,
hogy külön világ, ugyan a felső világok áthatják, de külön világként szoktuk kezelni. Ennek az egy szférának szintén van egy külön fája, ugyanilyen fája, aminek annak szintén van egy külön malkutja, és azzal lehet vizsgálni a fizikai testnek a különböző szerveit, az érrendszertől, a szövetektől, az izmoktól, a vesétől, a szívtől kezdve mindent lehet vele vizsgálni. Mert minden szférának megvan a megfelelése a testen belül is, a szervek és a testrészek vonatkozásában. De most a pszichével foglalkozunk, a lélekkel foglalkozunk, az egy külön téma lenne. Ami egyébként nyilván a lélek, hangsúlyozom megint, a lélek állapota hatja meg a testünk állapotát. Elég volt a hang egyébként, amit... Jó. Nos, említettem azt, hogy ezeket a szférákat különböző módon lehet összekötni. Valójában három darab háromszög van, de ha megnézzük jobban, három darab oszlop is van. Van a két szélső oszlop, és van a középső oszlop. A középső oszlopból még hiányzik egy szféra, amit itt helyezkedik el. Ezt azért rajzolom ilyen szaggatottal, mert ezt mindig azt mondják, hogy a szám nélküli szféra. Ennek a neve egyébként Dát, ennek a neve, úgy írják, hogy Daat, de Nátnak is lehet mondani. Valójában úgy is mondhatjuk, hogy tudat. Tu az kettőt jelent, tehát kettős tudat az, ami itt megnyilvánul. Amikor majd elemzésbe kezdek, akkor beszélek erről a kettős tudatról is. Ugye valójában kettős, pár szót azért mondok, kettős tudattal rendelkezünk. Az egyik feltudatunk van, meg van a altudatunk. A feltudatunkkal kötődünk a fizikai világhoz. Az altudatunkban viszont minden olyan információ elraktározódik, amit megélünk, vagy ami ér bennünket. Tehát az altudatunkban az összes élet, összes információja benne van és hatása. Most nyilvánvaló, hogy az altudat a múlt életek és a mostani életünk múlt történései, amikkel nem akartunk, nem tudtuk rendezni, vagy nem voltunk azon a szinten, hogy tudjuk rendezni esetleg, vagy önzésből, ego miatt, hiúságból, vagy akár miből nem rendeztük, azokat oda szépen a tudatalattinkba beszoktuk nyomogatni, és az ott van. Ennek a tudatalattinak szintén két területe van, van egy árnyék területe, ugye? Ezek kerülnek, az előbbiek kerülnek ebbe az árnyék területébe, és van egy fény területe. Na most a kettő, mind a kettő érvényesülni akarna, szeretne a feltudatunkba. Valójában belső harc folyik egyébként a két tiszta fény és az árnyék részünk között. Ha az árnyék részünket egyre jobban emeljük, nagyobbítjuk, ugye azt kezdi visszaszorítani a fényt. Most csak ennyit mondok erről a kettős tudatról. Aztán még majd beszélünk. Tehát említettem, hogy három oszlopunk van, van két szélső oszlop, és a középső oszlop. Ugye, ha ráültetjük a testre, ebbe is kétfajta nézet van. Én azt a nézetet vallom most pillanatnyira, ha én hátot fordítok ennek az életfának, akkor így felel meg nekem ez a rendszer. Tehát ez az oldal a jobb oldalomnak felel meg, ez az oldal a bal oldalamnak felel meg. Na most, ha végignézzük, akkor a baloldali heteszférát azt rául tudom ültetni a csípőm és a csípőm fölötti területre, a bal csípőm fölötti területre. Ezt egyébként egy páran itt, akik már életfájával megismerkedtek, ezt tapasztalták is, mert ezt lehet tapasztalni is természetesen. Tehát ez a bal csípő tájéknak, de nem konkrétan a bal csípőnek felel meg, hanem az oda, a lélekből oda kitükrözött, nem teljesen jó ez a kifejezés, oda kitükrözött, oda kisugárzott, oda ott megjelenő érzések gyűlnek össze, és azok mutatkoznak meg ebbe a szférába.
A következő szféra, említettem, a szeretet szférája, az is egy érzelmi oldal képviseli, nyilván maga sokkal magasabb szinten, mert a szeretet, a tiszta szerelem az itt van. A szerelem is itt van, de az nem biztos, hogy tiszta. Lehet, hogy az a szerelem önző szerelem, és akkor az már nem itt nyilvánul meg, hanem itt lent. Az már kapni akar ez a szerelem. A tiszta szerelme az adni akar. És a tiszta szeretet is természetesen. Még annyit szeretnék elmondani, először kellett volna, hogyha kérdésetek van, nyugodtan kérdezzetek. Tehát nyugodtan szóljatok bele, semmi gond. Na most nyilván ezek az oldalsó szférák, a baloldali oszlop, szintén ezek össze vannak kötve. Természetesen. Így képviselik a szélső oszlopot. A másik oldal, a nyolcas szféra, a hód, a merkúri szféra, az a gondolkodás jelenik meg itt a személyiségünk, tehát a világ felé való gondolkodásunk. Ez tartozik ez a szférához. Ugye a fölötte lévő szféra, ahogy említettem, a szabadság, a fegyelem, a szigor, agresszió, stb. Tehát ez az oldal ilyen értelemben nagyon összefügg egymással, és a megértés és a magas szintű értelem, vagy intelligencia, a felső szféra, a jobb agyfélteke, ami valójában, hogyha mi ezen a felső szinten vagyunk, akkor a felső szféráknak az energiái le tudnak áramolni, és az alsó szférákban megnyilvánulnak. Tehát ezt is összetudom, erre még majd visszatérek, összetudom kötni, tehát megvan a két oldalsó oszlopunk, ilyen értelemben, és van egy középső oszlopunk. A középső oszlop az a tudásnak az oszlopa. Az igazi tudás oszlopa, mert az igazi, mit mondtam, hogy a hatos szférában van az igazság. Hát az igazság az a tudással együtt létezhet csak. Külön nincs tudás, meg külön igazság, ilyen nincs. Az együtt létezhet csak. Most ez az igazság meg tud érvényesülni lefelé, le tud menni, ez már egy más kérdés. Tehát valójában, de ezt az oszlopot még a szentség oszlopának is mondjuk. Mert az igazi harmónia itt alakulhat ki, és az igazi fejlődés ezen az oszlopon történik. Mégpedig oly módon, hogy a két szélső oszlop közötti kapcsolatok és a harmóniák kialakulnak, és megfelelő módon működnek. Akkor tudok majd emelkedni a középső oszlopon. Tehát valójában összeköthetem a középső oszlopot is, a különböző szférák vonatkozásába, és összeköthetem a középső oszlopot lefelé a Malkuttal, vagyis a fizikai világgal is. Ugye, itt nem rajzoltam, ezeket is kettőssel föl lehetne rajzolni, de azt hiszem ennek nincs jelentősége pillanatnyilag. Igen? Én szeretnék csak a kettőnek mondtad el a fizikai testű helyét, a bal csípőre, a jobb csípőre. Már is mondom, jó, hogy szóltál, elnézést kérek. Úgy pörögnek a dolgok, hogy valamikor kimarad valami. Természetesen ez a szféra, kezdjük ezzel. Ez a Malkuti szféra valójában a gyökércsakra területének felel meg. Nem gyökércsakra ez, hanem annak a területnek felel meg, tehát itt az alsó terület, de ide tartozik a két lábunk is, és a két kezünk is. Mert a lábakon keresztül járunk, és vagyunk kapcsolatban a földdel, ugye, és a kezünkkel a cselekvés következtében tesszük a dolgunkat egyik módon a fizikai világba. Tehát a kezünkön, karunkon keresztül is kapcsolódunk a fizikai világhoz, tehát ez a szférához ezek a részek tartoznak kimondottan. De nem csak ez a rész, hanem az összes érzékszervünk is ide tartozik.
Tehát az érzékelésnek a miensége az ebbe, ennek a szférának az állapotától függ. A látásunk, a hallásunk, a szaglásunk, az ízlelésünk, stb. Ez mutatja, a szemüvegem mutatja, hogy úgy tűnik, hogy ez a szférám még nekem nincs teljesen rendben. Ez van. Hogy mondod? Nem, ez gyerekkorom óta így van. Úgy látszik, gyerekkorom óta, ez egyik feladatom lenne, hogy ezt megoldjam, de úgy látszik, egész életemben küzdök vele, és még mindig nem jutottam düllőre. Ez a föld tartozik. A föld tartozik, illetve ha a te vonatkozásban az egész fizikai tested. Na most ez össze van kötve természetesen, jó, hogy visszatértünk a két szélső szférával is, természetesen, tehát, igen, aztán végigmegyek, és utána megint visszatérek, mindig visszatérek, mert alulról kell építkezni mindenféleképpen, és fokozatosan és lépésenként. Nem lenne jó, senkinek se jó, ha egyszer mondjuk innen vagy innen egyből felugrana oda, akkor kész, vége. A következő, ugye akkor már mondjuk el, elmondom rögtön, a csakra megfeleléseket is, jó? Tehát a malkút, az a gyökér csakra felel meg a malkútnak. És ilyen értelemben a fizikai világhoz kapcsol bennünket, ugyanúgy, mint a gyökér csakra. Tehát ennek az állapotától tehát ennek az állapotától függ a fizikai világgal való kapcsolatunk. Ennek a szférának az állapotától függ. Mert itt vannak az érzékszervünk, amivel érzékeljük a fizikai világnak a hatásait, információit. Ugye a tapintás még, amit nem említettem, ezek mind fontos érzékszervek. Az intuíció az nem innen jön. Tehát az öt érzékszervünk tartozik ide, de csak addig tartozik ide az öt érzékszervünk, mint működés. Ha már az érzékszervek által érzett információval kezdünk valamit, tehát elkezdünk vele gondolkodni, vagy érezni annak kapcsán, akkor már rögtön följebb ugrik. Tehát egy másik szférába, följebbi szférába, valamelyik felső szférába ugrik az egész, vagy az érzelmi szférába, vagy a gondolati szférába, vagy összehasonlítjuk az alappal, mert ez a három kapcsolat van. De most menjünk végig a megfeleléseknek. A nap... 9-es. 9-es. Ja, a 9-es, igen. A 9-es az a hód, a hold tartozik ide, a jeszódnak mondják, és a köldök alatti terület egész lent, amennyire lehet. Itt a délutáni esti gyakorlatoknál ugye egy páran tapasztalták azt a két mozgást, hogy ezt a területet egy hirtelen dinamikus mozgással emeljük ki. Ugye milyen érdekes volt? Akkor hatottunk ide. Ez megegyezik a keresztcsonti vagy szexuális csakrával egyébként. Nem véletlenül találtam ki azt a mozgást, hogy ez a psziché alapja. Ugye a szexualitás, amivel leszületünk, a szexuális energia. A megvilágosodás a szexuális energia által és következtében történhet és történik. Ezt más néven kundalini energiának mondják. Az ott van föltekeredve a kundalini kígyó azon a területen, aztán ha nő a szexualitásunk, nő a tudatszintünk, a fejlődésünk, nő, az elkezd mocorogni, elkezd működni, elkezd ágaskodni, emelgeti a fejét, és ha már olyan állapotba kerül, akkor idáig fölemeli fejét. És akkor történik a megvilágosodás. De ez szexuális energia kell. Tehát higgyétek el, hogy a szexualitás, a szerelem, a szeretet, az ölelkedés, az nem bűn. Ha adunk a másiknak, akkor azzal emeljük őt is, meg saját magunkat is.
Az Isten, a Teremtő nem azért teremtett bennünket, hogy bántsuk egymást, és hogy eltaszítsuk egymástól magunkat, hanem hogy adjunk egymásnak. És ugye van a megvilágosodásnak, van egy a szerelem és a szeret szex szerelem vonatkozásában, és van egy útja. Tehát a szerelem, szeretkedés útján is meg lehet világosodni egyébként. Tehát ez is egy út. Keleten, meg bizonyos körökben ezt művelik és gyakorolják. Említettem, hogy a következő két szféra, az a két csípőhöz tartozik, és ez a két csípő nem teljesen a csípő fölötte rész, de a forgók stb. Ehhez tartoznak szférikusan. Csakra szempontjában ez a napfonat csakra tartozik ide egyébként. A következő a hatos, tehát ez volt a 7-es, 8-as, a hatos szint, a hatos szféra az a szívcsakra a megfelelésre, de ez egészen nem jó, mert a szívcsakrához mind a három szféra tartozik. Mert ez együtt képviseli a lelket, ez a léleknek a háromszöge, és azt tudjuk, hogy a szívben, hát én úgy tudom, hogy a szív csücskében van a léleknek egy megnyilvánulása, a lélek elektron, ami vezérli a szívnek a működését, a szívritmust vezérli. Tehát rögtön láthatjuk azt, hogy ha a lelkünk nincs rendben, például akinek szívritmus zavara van, az a lelkének is ritmus zavarai vannak. Mert a léleknek a kihelyezett lélek elektronja itt van a szívben, és az működteti a szívet, és ha a léleknek, tehát az egész rendszerének, az egész embernek ritmus zavarai vannak, akkor a lelkének nincs egy folyamatos ritmusa. Persze az igénybevétel az változtatja a ritmusunkat, a fizikális igénybevétel is, a szellemi és a lelki érzelmi igénybevétel is, de ebben az esetben a szívünk ritmusa tudja ezt követni, ha rendben van a lelkünk. Tudja követni. Persze mindenkinek megvannak a határai. Egyébként nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a határainkkal. Hogy mire vagyunk képesek, mennyire vagyunk képesek, mit tudunk teljesíteni, mennyit vállalunk, mennyit tudunk vállalni, mennyit bírunk el. Sokan azért van a hátukkal, a vállukkal, egyebekkel probléma, mert olyasmiket cipelnek, ezt nagyon jól tudjuk, nem mondok ezzel újat, ami nem az övéké. Egyszerűen. Másoknak akarnak megfelelni, és ezért fölveszik a másoknak a súly terhét, és azt cipelik. Az meg fog mutatkozni a szívükben is, és a szív ritmusban is, és a szív működésében is egyébként. Tehát ez a három darab szférához tartozik a szív, vagy ez tartozik a szívhez, most mindegy. Ez a két szféra egyébként a két vált területének felel meg, ez a két szféra. És ez pedig ennek a területnek a két mellkas közép, tehát a szív, nagyjából a szív területe, kicsit központosabban. A következő szféra, ez a dátszféra, ez az úgynevezett 11-esnek mondják, ez a torkunknak felel meg, ez a torokcsakrá. Valójában ugye a nyakunk, a torkunk köti össze a fejünket és az alsó testrészünket. Tehát ennek a szerepe szintén óriási. És már arról beszéltem, a kettős tudatról. Majd erre még visszatérünk. A két felső mennyei szférának a két alapszférája, az a két agy féltekének felel meg, ahogy említettem, és az egyes szféra, a keter, a korona, az pedig a fejtetőnek. Ugye ennek igen? A nyolcas az a jobb csípő, a Merkúri, a gondolkodási szféra. Ilyen értelemben természetesen, most tovább folytatom, hogy nem csak a bolygók tartoznak ehhez a szférákhoz, hanem az utakhoz elemek tartoznak, a négy elem,
és az összes asztrológiai jegy is beleülthető. De nem csak az, hanem a Héber ABC-nek a 22 betűje is beleültet, igen. De a hetes volt a napfonat, nem? A hetes és a nyolcas szféra együtt adja a napfonat szférát. De ugyanakkor megfelelnek a két csípőnek. Így van. Így van. Így van. Na most jó, hogy említetted, mert amit el akartam mondani, azt már tovább akartam ugrani, mert annyi minden van a fejembe, hogy azok a szférák és azok a csakrák, amelyek egy szféra egy csakrának felel meg, az a külvilággal köt össze bennünket. Tehát a gyökércsakra egyszer a külvilággal, a fizikai világgal köt össze bennünket, a szexuális csakra és a pszichénk alapja, ilyen értelemben, szintén a fizikai világgal köt bennünket össze. Hát a szexualitással, fizikai világ felé orientálódunk, a másik nem felé. Ugye? Hát vannak manapság már vadhajtások, meg egyebek, de hát nem hiszem, hogy az a természetes. Azok a szférák, illetve azok a csakrák, amelyekhez több szféra tartozik, azok a belső világunkat képviselik, és a belső egyensúlyunkat azoknak a szféráknak az összekapcsolásával tudjuk megteremteni. Tehát, ha a fizikai világ felé a megnyilvánulásunk nem megfelelő, belül kell kezdeni mégpedig ennek a két szférának az egyensúlyának a megteremtésével. Tehát az érzelmi szféra, illetve a gondolkodási szféra. A napfonat, illetve és a napfonat tartozik ide. A következő három szféra, ugye azt mondtam, a szívhez tartozik, ez megint a belső egyensúlyunkat jeleníti meg, és a belső egyensúlyunk határozza meg ezeknek az állapotát, itt is egy belső egyensúlyt tudunk megteremteni. És kell megteremtenünk magasabb szinten, mert valójában azt kell elérnünk, hogy ez a háromszög vezérelje az alsó háromszögünket, és a világ felé való kapcsolatunkat. A dát, az szintén ugye csakra tartozik hozzá, a dát szférához, tehát ő is a külső világokhoz kapcsol bennünket. A külső világnak fogható fel ilyen értelemben a tudatalattink egyszer, de a felső világhoz, a mennyei háromszögbe, szöghöz és a felső világokhoz is ezen keresztül tudunk csak eljutni. A szellemi világunkban, ugye ez a felső háromszög tartozik hozzá, a két oldalsó szféra, szintén a belső egyensúlyt, a két agyfélteke együttműködése határozza meg, és nem véletlenül csináljuk azokat a gyakorlatokat, összehangoló gyakorlatokat, hogy ezt a két agyféltekét, ezt a két szférát összehangoljuk, fizikálisan hassunk rá. Mert az is befolyásolja a működését, aztán az viszont vissza fog hatni a testre. Természetesen. Tehát ez is belső egyensúly. A keter, a korona, az viszont az ég felé köt bennünket. Tehát megint egy külső világhoz köt bennünket. Ugye? A legfelső szféránk és a legalsó szféránk az egyértelműen az egyik lefelé köt bennünket a földhöz, a másik az ég felé kapcsol bennünket. Na most a kabbalisták meg sokan már tudják és azt mondják, hogy ugye azt mondtam, hogy a keter, ez pedig a malkut, és azt mondják, hogy a keterben van a malkut, és a malkutban van a keter. Ezt kell megvalósítani. Ez a kettő annyira szinkronban és harmóniában van egymással, és együtt működik, ha a fizikai világ felé a kapcsolatunk nem jó, akkor egyszerűen nem lehet jó az ég felé se a kapcsolatunk. Nem működik, mert ez a kettő annyira összefügg, hogy az hihetetlen. Jó.
Most egy más vonatkozásban megint előről kezdeném, jó? A szünetet akart, igen? Az a homlokcsakrának felel meg, és ahhoz tartozik a harmadik szem is. Elnézést, jó, hogy szóltok, szóljatok, ha valamit kihagyok. Tehát ez a homlokcsakrának felel meg ez a két szfér, a két agyfétekének és homlokcsakrának természetesen. És ez meg a koronacsakrának egyértelműen. Akkor csináljunk egy kis szünetet most? Jó, mennyi szünetet csináljunk? 10 perc? Jó, rendben van, köszönöm.